Nagyon érdekes, hogy az utóbbi időszakokban sok kertbe járva észrevettem azt, hogy a szerves anyagok mennyisége a talajban hihetetlen módon lecsökkent. Nincs megfelelő mennyiségű szerves tárgyalás. A szerves tárgya az két dologból adódhat össze napjainkban. Elsősorban, ami legkönnyebben elérhető, a magunk által készült komposzt tárgya, amit a növényi maradékok, a konyhai hulladékoknak a keverékéből tudunk összehozni, és ezt érleljük két évig, és két év után már kiszólható a kertben, mint kész növényi tápanyag. A másik pedig az állati szerves trágya, ami elsősorban a legjobb a ló és a szarvasmarha, aztán jó azért valamilyen szinten a nagyon érett sertés, birka, kecske, baromfi trágya, de ezeknek nagyon érettnek kell lenni, ezeket is minimum 2-3 évig érlelni kell, és aztán tökéletesen tudják a tápanyagot biztosítani, természetesen nem egyforma mértékben. Nagyon érdekes, hogy ugye nagyon-nagyon forszírozzuk a műtrágyázást. Az az igazság, hogy a műtrágyázás az egy talajromboló dolog, természetesen bizonyos ideig termésnövelő, de egy idő után ez már katasztrofálisan le fog csökkenni, azért, mert a talajában mérgezve. A műtrágyák nem minden esetben vannak jó hatással a talajban élő mikroorganizmusokra, és ez a zöldség és dísznövénytermesztésnél egyértelműen a felszínre fognak kerülni. A szerves trágyákra azért van szükség, mert hogy a szén és a nitrogén elemek egyensúlyban legyenek, mert ugye nyilván a szén fogja felépíteni szerves vegyületképzőként a növényeknek a felépítményét, a nitrogén meg nyilvánvalóan ennek a tökéletesítésében, az asszimilációban, ugye a fotoszintézisben játszik döntő szerepet, ami természetesen ez a szén elemek felépítéséhez, szénvegyületek, szerves vegyületek felépítésében játszik döntő szerepet.